Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Egy szívet melengető tartalmas sajtótájékoztató volt az elmúlt héten. A Székesfehérvári Balettszínház vezetése számolt be Brájer Éva alpolgármesterasszonynal karöltve az elmúlt esztendő, az elmúlt teljes évad történéseiről, hiszen ides tova, tehát már egy teljes éve itt van velünk Egerházi Attila és a Székesfehérvári Balettszínház társulata, vendégeim pedig természetesen Krisztina Porres Mormeneo, magántáncos, balettmester, és igen, nemrég óta a Egerházi Attila igazgató házastársa, tehát egy több mint egy évtizedes bensőséges kapcsolatot pecsételtetek meg házasságkötéssel. Ezúton is gratulálok minden művészetkedvelő, minden székesfehérvári nevében. Nagyon szépen köszönjük. Igazán nagyon szép gesztus volt, és megkoronázása tulajdonképpen 12 éve élünk mi házasságban, befelé, de most kifelé a társadalom felé is. Megpecsételtük, ahogy mondottad, ezt a több mint egy évtizedet, és nagyon megtisztelő volt, polgármester úr adott össze bennünket, Hímerházban volt az esküvő, úgyhogy egy nagyon szép magyar, spanyol, spanyol-magyar esküvő kerekedett. Igen, és hogy még ki mindenki adott össze benneteket, mármint a balettművészetet és a társulat tagjait, hát a közönség. Ugyanis ezen a sajtótájékoztatón elhangzott, és magam is tapasztaltam, hiszen gyakori vendég voltam a Vörösmarty Színházban, hogy Székesfehérvár hellyel közzel, azért mondom, hogy hellyel közzel, ebben semmiféle pejoratív tartalom nincsen, megtanult balettul. És ez köszönhető nektek, hiszen ez egyfajta misszió. Nagyon sokat beszélgettünk már arról, hogy amikor megérkeztetek, akkor hát ez egy vakrepülésnek indult. Mert a balett egy különleges műfaj, a táncszín, ráadásul az a fajta balett, amit te képviselsz, tehát nem a klasszikus balett, hanem a táncszínház, amelynek ugye jeles képviselői vagytok évtizedek óta, elismert képviselői, ez itt egy új műfaj volt mindenképpen. Igen. És akkor ennek tükrében beszéljünk az elmúlt esztendőről, hiszen ez egy teljes év volt, és azt hiszem, hogy sikerekben gazdag új előadásokban, és sikerekben gazdag év volt. Igen, nagyon furcsa, hogy már most visszatekintünk, ugye egy év után nem szokás visszatekinteni, bár mérleget kell vonni, így mi is vonunk, úgyhogy még nincs olyan nagyon nagy múltunk, inkább előttünk álló feladatok vannak, de van mire visszatekinteni, tehát nagyon sok minden történt. Én azt mondanám, hogy ez alatt az egy év alatt mi három évadot éltünk meg. Hát ugye létre kellett hozni egy intézményt, az intézményi rendszert, ezzel párhuzamosan egy balettársulatot, illetve egy kortárstáncszínházi társulatot kellett fölépíteni, aminek az építkezési folyamata a mai napig tart. Ugye a nulláról sem indultunk, a társulatépítéssel is nagyon szépen haladunk. És egy repertoárt, tehát fel kellett építeni a semmiből szinte egy repertoárt, úgyhogy ez egy folyamatos építkezés, és mégis ez az egy év, ami nagyon hamar elszaladt, van hova visszatekinteni, hát nagyon szép bemutatókon és nagyon szép előadásokon vagyunk túl, és azt gondolom, hogy a mostani társulat, ami felállt erre az évadra, egy olyan erős társulatot sikerült felállítanunk, egy olyan erős repertoárral, ami játszható, és játsszuk is, és fogjuk is játszani Fehérváron is, és más Magyarország és külföldi városokban, amire majd rá fog épülni egy következő emelet erre a házra, az új évadunknak a repertoárja. Tehát ez komoly alap mindenképpen. Ehhez viszont az kellett, hogy az emberek többsége el sem tudja képzelni, hogy ez mennyi munkával jár. Önmagában a koreográfia, másik oldalról pedig, hogy úgy kell ezt megtanulni, ha úgy tetszik, hogy könnyednek tűnjön, ugyanakkor mégis bensőséges, és a mélységeit is megmutassa. Már pedig a te koreográfiáid arról híresek, hogy a mélységeit is megmutatják egy-egy történetnek. Ezért kérdezem most Krisztinát, aki balettmesterként kellett, hogy helytálljon, hogy ezt az új társulatot hogyan lehetett arra rábírni, nyilván mindenki elkötelezett a saját hivatása iránt, de társulati tagként kell bizonyos alázat is ahhoz, hogy olyan fantasztikus siker legyen, mint a Diótörő, a Bolero, a Rómeó és Júlia, és nem folytatom. Hát az új táncosok, akik ide jönnek dolgozni velünk, nagyon szeretik ezt a fajta tánc, ami
vídeon nagyon egyszerű néz ki, mert megnézett egyszer, és wow, az jó, az meg tudok csinálni, de utána, amikor mélyülnek jobban a technika és dinamika és az érzés ki kell fejezni, nagyon nehezen tudok nekik betanítani, nem mint technika, mint érzékeny, és ez egy csomó idő kell hozzá, mert a táncosok, nem mindenki tud ezt a stílust táncolni úgy, ahogy kell. Tudnak csinálni, de mindig hiányzik valamit, amit ez kemény mindennap munka, de úgy kell, hogy mondjam, hogy nagyon jól haladunk, nagyon az új tagok nagyon értik, csak igen, nem csak egyszer vagy kétszer. Az a mag beváltotta hozzáfűzött reményeket, akiket elkezdtétek? Mindenféleképpen nagyon sokat segítenek azok a táncosok, akikkel én korábban dolgoztam, illetve hát itt a magot tulajdonképpen a Krisztina jelenti abból a szempontból, hogy ugye ő tudója annak a repertoárnak, amivel elindítottuk az első évadunkat. Most már vendégkoreográfust is tudunk és hívunk is. Ebbe az évadban arra majd ki fogunk szerintem térni a beszélgetésnél. De ahhoz előbb az kell, hogy egy bizonyos táncszínházi stílusba megtanuljanak beszélni, táncolni a táncosok. Ezt a magot, ezt Krisztina képviseli, hiszen ő nem csak magántáncosként dolgozik, vagy szólistaként a társulattal, hanem próbavezető balettmesterként, ami, mint ahogy elmondta, rettentően, rendkívüli összetett feladat, mert egyrészt nem csak abból, hogy most a lépések halmazát betanítom a táncosoknak, hanem hogy a zenészek úgy hívnak, hogy intonáció, hogy intonálnak, tehát hogy fejezünk ki, mit fejezünk ki a mozdulatok által, és ráadásul ugye nem mi mimikával dolgozunk, vagy pantomimmel, mint nagyon sok esetben a klasszikus balett, ebbe is eltér az a táncszínház, amit én képviselek, vagy mi képviselünk az együttessel, hanem a mozdulatoknak a pontos kivitelezése adja meg a tartalmiságát a táncnak, illetve az a lelki állapot, és itt van lényeg, ami már egy színészi feladat, hogy olyan lelki állapotba helyeződik a táncos, amikor a mozdulatot kivitelezi, ami ez a kettőssége, a lelki állapot és a mozdulat kifejezése fejezi ki a szerepet, vagy a darabot. Minden gesztus, minden mozdulat egy-egy szó. Így van. Ez, mint egy versnél, nagyon fontos a szóösszetétel a versnél, a dinamikája, a ritmusa, az, hogy egy, ugye Latonyovics milyen csodálatosan és kifejezően szavalta Adit, most csak, hogy egy példát mondjak, de nagyon sok nagyszerű színészünk más nagyszerű költők versét is szavalta, de hogy mennyire kifejező, mennyire erőteljes tud lenni. Na, ez ugyanígy van a táncnál, egy koreográfiát, hogy mond el, idézőjelbe téve egy táncos, hogy táncolja el, hogy bánik a szavakkal, milyen az orgánuma, milyen a mozdulatkészsége. Nagyon finom, nüanszokon múló feladat, és ez az, amihez nagyon hozzátesz a balettmester, úgyhogy nélküle ez nem működik. A koreográfus elfelejti a darabjait aztán. Ezúton is köszönjük Krisztinának. Viszont teljesült-e az a vágyatok, illetve előjáróban beszéltünk arról, hogy a közönségnek ez egy nehéz dolog. Én azt tapasztaltam, hogy a közönség először elfogadott, utána pedig ugye láttam álló ünneplést. Tehát ennél több nem kell egy új műfajnál, ha felállnak és azt mondják, hogy igen. Ha még akkor is, ha igazából, tehát majd most lesz a vízválasztó esztendő, mert eddig az újdonság erejével hatott a balett, most már elvárások vannak. És nem csak azért, mert az újdonság erejével hatott, hanem most már azok a táncversek is repertoárra kerülnek, mert eddig jobbára a cselekményes baletteket tűztünk műsorra a repertoárra, most már olyan műveket is, aminek nincsen kimondott cselekmény, nem az a cím, hogy Diótörő vagy Róm és Júlia, amit ismernek, hanem táncverseket is, ami nagyon fontos szegmense egyébként egy kortárs táncszínháznak szerintem. Másodszorban még nem az a nehéz feladat számunkra, azt kell, hogy mondjam, hogy mert ugye azon dolgozunk, hogy ezek a darabok minél magasabb színvonal, szakma és művészi színvonalon interpretálódjanak a színpadon, és hála jó Istennek, és a közönség szeretetének, amit élvezünk, úgy, ahogy mondottad, valóban állott tapsal ünneplik, akik már bejöttek a színházba, és legyőzték akár az előítéleteket, nekik a nagyon nagy százaléka szereti ezt a műfajt, és ez nagyon jó, ez ad nekünk erőt ahhoz, hogy folytassuk tovább. A nagy feladat az, hogy meggyőzni az ember, először is eljutni az emberekhez, mindenkihez,
Fehérváron, másik meg meggyőzni őket, hogy bátran győzzék le az előítéleteiket, és azt hagyják innen a ruhatárba, hogy egyáltalán jöjjenek el a Vörös Marti Színházig, és jöjjenek be, és nézzenek meg egy táncszínházi előadást. Ez a nagy munka fontos. Most. Kriszta, még mindig bele tudsz borzongani a sikerbe? Tehát az egy pozitív megerősítés neked, amikor egy előadás valóban úgy sikerül, és az látszik kifelé is, hogy ahogy megálmodtad? Hát igen, ez mindig jól esik, mindig várunk ilyet. A Diótörő és a Rómeó és Júlia és a Bolero is teli találat volt, mondom én. És egyébként itt már előtte beszéltünk, hogy én nem tudtam, és akkor most ezúton is gratulálok ahhoz a választáshoz, hogy a Bolero voltak éppen Krisztinának készült. Hát ő a múzsám is tulajdonképpen, úgyhogy a több szerepet játszik az én életemben, több szerepbe egyszerre. Hát ő egy inspiráló táncművész. Hál' Istennek vannak azért, én dolgoztam inspiráló táncművészekkel, igyekszem úgy összeválogatni a társulatot, de ő köztük is nyilván az első helyen van, talán ezért is, nem pusztán ezért lettünk mi egy pár. De valóban igen, a Bolerót annak idején, az ő temperamentuma, habitusa, karaktere inspirálta, és Ravel gyönyörű zenéje. Így van, az kellett hozzá. Mielőtt az új évad darabjairól beszélünk, kell, hogy szó essék, hiszen a darabok és az új társulat összetartozik. Tehát az új elképzelésekhez abszolút nyilvánvaló, hogy kellett olyan szakmailag alátámasztott személyváltozás, jó néhány, ami ezt lehetővé teszi ezek megvalósítását, és akkor itt most jön egy rövid felsorolás, és Krisztinát kérem, illetve ti mutassátok be őket. Kezdjük Valerio Safalonnal, aki kartáncosként új társulati tag. Olaszországban jött, és most dolgozik először egy együttessel, professzionál együttes az iskola után. Tehát ő egy fiatal. A szakmai titok, a Krisztina az első időben Valentinónak hívta. Valerio, most megtanultam. Mert hogy az olaszosabb név a Valentino, mint a Valerio. Százszor mondtam a próbán, Valentino, és látom, hogy nem neki szól, de mondom, neked. Valerio, jó, bocsánat. Rudolf Valentino, Marcel Stiedl, szintén kartáncosként érkezett hozzá. Őről el kell, hogy mondjam, hogy ő kettős állampolgár is, de származásilag ő magyar, csak Ausztráliában élt, gyerekkorától fogva, és most hazajött, és ez nekünk nagy öröm, hogy most itthon nálunk táncol. Egy gyönyörű név, Maria Fernanda Lozada. Argentinából jött, és előbb dolgozott itt egy Young Company fiatal együttes. Svájcba. Tehát latin mentalitás, komoly háttérrel. Igen, egy nagyon izgalmas karakter, szerintem egy nagyon erős karaktere lehet az együttes. És akkor két magántáncos következik, hiszen az előző három, két úr és a hölgy kartáncosként láthatjuk őket, viszont Mateus da Silva Souza magántáncosként. Brazíliából. És előbb dolgozott még Németországban, és Ausztriában. És végül is Eliza Inzalata. Ő magyar, édesanyja magyar, édesapja olasz, és Olaszországban éltek, és neki is nagy vágya volt, hogy hazajöjjön Magyarországra, és ő szólistaként szólistán. És akkor most itt, tehát öt ember, három kartáncos, két szólista, magántáncos. Kérdezlek mindkettőtöket, mi az alapja, mi az elve egy táncos szerződtetésének? Mire kell ügyelnie a balettmesternek, az igazgatónak, koreográfusnak? Mire figyel, hogy illeszkedik egy talentum a balettszínházathoz, a balettszínházatokhoz? Mi az alap? Az alap nagyon fontos, a technika, hogy legyen egy jó alap. És mind balettmesteren sokszor nézem, hogy tud beszélni a testtel. Nem, hogy tud csinálni, hogy tud kifejezni a mozdulattal, zenével. És ő mindig, szerintem te meg a karakter és az inspiráció. Tulajdonképpen ez a lényeg, tehát erős és legyen egy jó képzettsége. Tehát az alap a klasszikus balett, és a felépítmény a modern tánc technika. Ha ezzel bír, ha tudja, mint egy zenész hasonlattal élve, ha tud játszani a hegedűn, akkor már van esélye. Az az első.
De ez még mind nem elég. Nagyon fontos az, hogy milyen személyiség. És azt hiszem, ezen van a hangsúly. Tehát szigorú vagy mindenképpen. Ez nem szigorúság kérdés, ez egy határozott elkép. Nekem van egy, és jó esetben szerintem minden balettigazgatónak vagy művészetigazgatónak van, kell, hogy legyen egy pontos víziója, vagy körülhatárolható, mert a vízió nem pontos, egy körülhatárolható víziója, hogy ő mit képzel el táncszínházként, és ehhez keres olyan karaktereket, az én esetemben egymástól különböző karaktereket, hiszen színházat szeretnék létrehozni, és ott kell, hogy legyenek ugye különböző karakterek, de mindegyiknek nagyon erős egyéniségnek kell lenniük, és plusz van egy harmadik szempont még, az az emberi művészi háttér alázat, jó értelembe vett alázat, ami által be tud tagozódni, és részévet egy közösségbe, és részese tud lenni egy közönségnek. Toleranciával bír, lojalitással bír, nagyon sok kis apró tehát fontos, szempont. Tehát fontos a mentalitás. Nagyon. A terelhetőség. Nagyon fontos a morál. És a fejben, tehát 100%. Természetesen. Egyébként én azért is gratulálok az eddigiekhez, és mert ugye rátérünk az idei évadra, hogy gyakorta látom a táncosokat a városban. Ez nagyon nekünk, szeretik a város. Ez nekünk új volt. Ez meg kell, hogy mondjam. Főleg azért, mert hogy tehát nem bújdokolnak, nem a maguk művészlétékbe fordulnak befelé, úgy tetszik, hanem vidámva, csacsogva látom őket, és majd később nyilvánvaló kialakulnak azok a társas kapcsolatok is, amelyek még ilyen értelemben még népszerűbbé teszik számukra a várost. Már a városban nagyon sok helyen ki is alakultak, hál' Istennek. Hála Istennek. No, kérem szépen, akkor az új évad. 4 bemutatót terveztek, az egyik már is itt van a nyakunkon, a ti nyakatokon, ha úgy tetszik. Október 16-án lesz a Homokrajzok címmel a Táncszínházi est. 3 egyfelvonásos kortárs balettel jelentkeztek, azt hiszem, hogy ez nagy kihívás megint csak, mint minden azért. Menjünk sorban az első Eltűnőben. Eltűnőben. Első alkalommal a Székesfehérvár balett történelmébe, rövid, de velős történelmébe vendégkoreográfust hívtam. Christian Olé Tangenő, egy norvég koreográfus, és nagyszerű műről beszélünk, ez lesz az első az esnek az második darabja. Aztán a címadó darab, Homokrajzok. Ez érdekes. A Homokrajzok volt az én utolsó művem a cseh társulatnál, a South Bohemian Balettnél, amit készítettem. És ez egy nagyon izgalmas balett, mert nagyon sok mindenről szól, most itt bele se fér a műsoridőbe, de a táncosi létről is, létformáról is, a Tisza virág életűségéről, ha szabad így mondani, a táncosi létnek, de nem csak erről, hanem azért nagyon beszédes a cím. A Homokrajzok, hát az mint metafora, hogy eltűnik. Igen. Lerajzom, meglátom, aki látja annak esetleg olyan képeket, olyan víziókat hív, ami megváltoztathatja akár az egész életét is, de a szél elfújja, vagy egy emberi kéz elsodorja. Tehát ilyen egy ember élet is egy homokrajz. Igen. Tehát megízetlen íz, parlagi föld, elgurul. Görönygy. Pontosan. Történet. Tehát ugyanez, ez egy táncvers, csak ugye mozdulatokkal, szavakkal kifejezve. Aztán Félhomály. A Félhomály az ez egy új darab. Jó. Ez egy új darab. A Félhomály az nem biztos, hogy nem jó, mert nagyon éber létre serkenti az embert. Tehát, hogyha nem akar elaludni, ugye. Mert tisztán szeretnénk látni a dolgokat, és ezért kicsit meg kell azokat a receptorainkat is erőltetni, amik esetleg alszanak, és nem csak a szemünkre kell, hanem más egyéb érzékeinkre is. Tehát megerősít tulajdonképpen. Megerősít, igen. Nagyon örülök, hogy újra kezdesz koreografálni, meg az együttes tagja. Ez egy új, vagyunk, még nem fejeztünk be, most csak kezdtünk, és az emberek, a táncosok nagyon kíváncsik, hogy koreografál Attila, mert eddig videóról, vagy én nem mutatom a darabok, de ez egy teljesen új, és mindig figyelnek, látom én, hogy most mit csinál, hogy ez csinál, miért cserélik, miért... Ez nagyon jó. 2020 egy nagyon fontos időszak lesz Székesfehérvár életében, de ez ugye ez másról szól, a balett, hála Istennek, nem a Trianon emlékévről. Vendégségben Kafkánál. Ezt nagyon várom, meg kell, hogy mondjam. Nagyon sokan nem szeretik Kafkát. Mások... Nagyon sokan szerintem nem igazán ismerik. Mert nem ismerik. Igen, ha nem ismerünk, nem szeretjük. Tehát nem lehet csak... Nagyon izgalmas személyiség. Tehát zseniális mélységekkel bír. No, de hogy lehet megszerkeszteni egy kortárs balettet Kafkául?
Hát ezt el kell jönni megnézni. Én próbáltam úgy megalkotni ezt a művet, hogy előhívni magamba Kafkát, ugye ő már nem él, nem tudok vele leülni kávézni, de a művei kapcsán mégiscsak idézőjelbe kávéztam vele többször, és én próbáltam úgy láttatni Kafkát, mintha Kafka saját magáról egy portrét festett volna, pontosabban ő maga koreografálta volna magáról, a kafkaizmust láttatva a művet, ami egy nagyon izgalmas világ. Nem egy mély depresszív világ pusztán, hanem ugye metaforákkal tűzdelt képekben jelenik meg Kafka személyisége. Úgyhogy egy nagyon pergő, nagyon dinamikus darabról van szó. Ilyenkor a balettmester Krisztina vizionál egy kicsit így előre, hogy milyen lehet Kafkául táncolni? Hát ez mi ketten megbeszéljük, ez nem egyedül, nem döntöm, de igen, előre látom. Hát nagyon izgalmas darab, és ezt a utolsó évben, amikor játszottunk, nyertél akkor a koreográfus díj, igen, ez, legjobb ez a darab, amikor ezt Németországban mutattuk be először Passauba, aztán Csehországba, és ez az év legjobb koreográfiája volt Csehországban. Ugye két évente adja oda a táncszövetség, a Cseh Táncszövetség nem minden évben, mint nálunk, hanem két évente díjaznak egy művet, hogy az az évad koreográfia, és akkor ez a Kafka nyerte. Igen, tehát a Kafka, ugye az imént rosszul mondtam, butaságot mondtam, hiszen azért lesz az Idegenek júniusban, ami igen, kapcsolódik a Trianon fordulóhoz, és azt gondolom, hogy ez egy nemzeti szánszínházzal közösen ráadásul. Tehát velük igen, még tart a kapcsolat továbbra is. Hogyne, nagyon élő kapcsolatunk van, olyannyira tart, hogy itt volt Ertől Péter igazgató úr megnézni, a Nemzeti Táncszínház igazgatója a Róma és Júlia darabunkat, államtitkár úrral együtt, Fekete Péter államtitkár úrral, aki hát szuperlatívuszokban méltatta, nagyon megtisztelő volt, mindkettők egyébként, és azt mondta, hogy ezt el kell vinni Budapestre. Ugye ez egy mamut produkció, három felvonásos nagy balett díszletekkel, majd 40 emberrel utazunk, úgyhogy nem is egy olyan olcsó produkció, és mégis ezt az erőfeszítést megteszi a Nemzeti Táncszínház, hogy október 4-én, nagyon közeli időpontban, mához képest, október 4-én megyünk a Nemzeti Táncszínházba a Róma és Júliával, aztán december 28-án pedig a Homokrajzok című estünk kapott meghívást Budapestre. No. Egy dologról nem beszéltünk, a gyakornokokról. 7 új gyakornok jelentkezik, különböző nemzetiségűek. Én láttam őket, csodacsinosak az ifjú hölgyek, és a fiúk pedig rátermett klasszis táncosok lesznek majd. Mi hívja életre egyáltalán, tehát milyen alapon kerülnek ide? Hogy lehet gyakornokot választani? Mert ez bizony kérdés is. Próbatánc útján, de nem kapnak szerződést, mert nem elég erős, mondjuk a technika, vagy tapasztalt, és mindig ajánlunk, akinek látjuk fantázia és lehetőséget, hogy fejlődnek, és neki adunk egy... Ez egy lehetőség. Egyébként vannak más társulatok is a világban, hogy gyakornokok adnak lehetőséget arra, hogy dolgozzanak a társulat adott esetben bizonyos darabokba, fel is lépjenek, így mi is így teszünk. Ez jól lehet adott esetben egy-egy gyakornoknál a jövőre nézve, mert bekerülhet a társulatba. Fontos, hogy műsoron maradnak néhány előző évad produkció, a Diótörőről már beszéltünk, Róma és Júlia különben, és a akkor a Blablabla, az Zártfüggönyök, Csókok, Bolero, az én kedvencem, Akvarel, Szivárvány és a Naplemente, nem különben. Viszont a új előadás mesebalett gyermekeknek. Itt is vendégkoreográfussal fogunk dolgozni, Nemes Zsófiával, Budapestről jön, a PR Evolution társulatnak a vezetője, és készíti majd el nekünk, és ez a Pelikán a Vörös Marti Színház Kamara Színházába kerül majd tavasszal bemutatásra. És a bérletek, ami nem különben fontos, mert... Nagyon elindultunk a bérletekkel, 3 korosztálynak, 7-től 13 éves kor, 13-tól azt hiszem 17 éves korok, és aztán onnan a felső határ. Most már úgy éreztük, hogy ugyan még nincsen állandó játszóhelyünk, de fontosnak érezzük azt, hogy bérletben tudjuk műsorra tűzni előadásainkat. Ja. És akkor még egy személyi változás, mielőtt sok sikert kívánnék erre az évadra. Új művészeti titkár dolgozik a színházban. Igen, Orbán Gábor személyében, ő egy nagyon lendületes fiatalember,
És ugye fontos, hogy a művészeti titkár beszéljen angolul is kiválóan, úgyhogy ő 7 évig élt Londonban, úgy vele elkezdtük a munkát most szeptemberben. No, hát akkor nem maradt más hátra, mint hogy invitáljuk meg a székesfehérváriakat, és mindenkit, aki néz bennünket október 16-ára. Nagyon nagy szeretettel várjuk a Vörösmarty Színházba bemutatóra és a következő előadásainkra is. Köszönöm szépen, köszönöm a tiszteleteteket, és további boldogságos, szép pillanatokat kívánok a társulatnak és a székesfehérvári kortárs táncszínház kedvelőknek egyaránt. Köszönöm, hogy megtiszteltetek. Nagyon szépen köszönjük. Kedves nézőink, kortárs balettről, a székesfehérvári balettszínház új évadáról beszéltünk, és sok minden másról. Vendégem volt Krisztina Porrez Mormeneo és Egerházi Attila. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!